csodálatos, felhanguló dallamok után nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik velünk együtt ünnepelnek a zene világnapján, eredetileg a tegnapi napra esett ez a ünnepnap, de ma tudjuk megtartani, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik tisztelik, nagyra becsülik és értékelik a zenét velünk együtt. Iskolánk 60. jubileumát léptük át, és szeretnénk ugyanúgy folytatni, és egyre előrébb vinni ezt a hivatást, amit kaptunk, és szeretném megkérni önöket, hogy továbbra is tartsanak ki velünk mellettünk, és gyermekeik zenei és művészeti oktatása mellett. Nem is szaporítom tovább a szót. Úgyhogy mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok. Kedves közönségünk, én nem vagyok nagyon improvizatív beszédterén, úgyhogy megírtam a szöveget. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ellátogatott a mai koncertünkre. A zene világnapját ünnepeljük a felcsendülő dalunkkal. Műsorunk repertoárja változatos és izgalmas lesz. Reméljük, hogy mindenki talál majd benne valami kedvére valót. Az első darab egy ismeretlen szerző Green Sleeves című műve volt, egy csodálatos dala, ami igazán megidézi a zene varázsát. A Green Sleeves egy közismert angol dal, ami már a 16. század végén és a 17. század elején keletkezett forrásokban is előfordul. A cím jelentése zöld ruhaújjak, és egy ilyen öltözéket viselő hölgyre utal. Furján előadta Kovács Csiki Lilla gitárkísérettel. Második műsorszám Georg Philipp Telemann, minden idők egyik legnagyobb életművével rendelkező német barokk zeneszerző. A most következő ária egy gyönyörű zenei utazás, amelyben mély érzelmek találkoznak a dalokkal. Előadja Mozer Attila harsonát, kíséri Ferenc Gábor szóval. Thank you.
szellemet most is kísért bennünket. Következő műsorszámra jutott oda a kollégám, hogy megsérült a keze. Úgyhogy természetesen ez mikor másikor koncert előtt, de attól függetlenül szívesen játszana nekünk. A harmadik műsorszámunk Skála Tihámon szomentája lesz, ami egy virtuózó zongoramű, és reméljük, hogy magában ragadja a nagy közönségünket. Giuseppe Domenico Scarlatti, olasz barokkzeneszerző, Alessandro Scarlatti, a híres nápolyi operaszerző fia, Bach és Handel mellett a barokkzene egyik legnagyobb alakja. A művet előadja Szakállas György Szomber. Thank you.
hogy ilyet csinálunk, akkor elmondom. Jó? És mit csinálunk, akkor elmondom. Most meg fogja hallani, jó? Tehát akkor jó. Thank you.
Most szeretném megosztani önökkel, veletek egy különleges hangulatot a Gregorián világából. A Dies Irae, Dies Illa című darabban. A Dies Irae magyarul haragnapja, egy egyházi ének a 13. századból. Szerzője valószínűleg egy Tamás nevű ferences rendi szerzetes, és az utolsó ítéletet eleveníti meg, fenséges egyszerűséggel megrázóan. Előadja Mozell Attila, utazó kormány. Köszönjük, hogy eljöttek, és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Műsorunk zárásaként részleteket szeretnék játszani a Guitar Sis című etüdgyűjteményemből. Guitar Sis, vagy angolul Guitar Sis,
A cím egy szójátékon alakul, az angol Solar System naprendszer szavakból született egyfajta metaforaként. 9 tételből, vagy ahogy én nevezem, etudiumból áll, ugye ezek a szimbolizálják a bolygókat. Továbbá egy magát a napfényt szimbolizáló kezdő tételből. A 3 részlet címe, a napfénye beragyogja a bolygókat, ezt követi az első Merkur tétel, majd a 6. Szaturnusz című. Nincsen közük a bolygóknak a darabokhoz, vagy a daraboknak a bolygókhoz, de mivel pont ennyi született, meg a sok év alatt, ezért húztam rá ezt a naprendszer motívumot. De el lehet képzelni magát a bolygót közben.
Köszönöm szépen a kollégáink zenét, hogy eljöttek, mert hallgattak bennünket, és igazából a zenét minden nap ünnepeljük, ha csak bekapcsolunk egy rádiót, vagy bármilyen zenét meghallgatunk, de ez most itt konkrétan ezért jött létre ez a koncert. Minden jót kívánok, viszontlátásra!